Bátaszéken a legutóbbi rendkívüli testületi ülés fő témája az energiatöbletköltségekből adódó helyzetkezelése volt. Bazsalik Róbert polgármester elmondta, utóbbi több az önkormányzathoz tartozó intézményt és gazdasági társaságot is érint. Bátkom Kft. Tekintetében úgy döntött a képviselőtestület, hogy biztosítja források átcsoportosításával azt a mintegy 17 millió forintos többletköltséget, ami ebből adódik. Ez elsősorban a tanúszoda működtetését érintette, sportcsarnoknak a működtetését érintette, hiszen ezek a legnagyobb energiafelhasználó intézmények, de hát a Kft. Működésén belül azért más szolgáltatásokhoz kapcsolódóan is voltak sajnos áremelések, amelyekhez forrás kellett biztosítani. Ezen döntések körében döntött arról is a képviselőtestület, hogy változnak például az egyes sportlétesítményeknek a nyitvatartása. Ez is elsősorban az energiaköltségek csökkentése érdekében. Így változik a tanúszodának a nyitvatartása. Sajnos nem tudjuk hosszított nyitvatartásban működtetni a létesítményt. Kimondottan csak azt lehet mondani, hogy kora délutáni órákig, 17 óráig lesz nyitva a sportlétesítmény, illetve szombati napon 8 és 12 óra között, vasárnap már sajnos a szolgáltatást nem fogják tudni igénybe venni az úszoda tekintetében. Változik a sportcsarnok nyitvatartása is, itt 19 órakor bezárja kapuit maga a sportlétesítmény, addig lehet igénybe venni ennek a létesítménynek a szolgáltatásait. A sportlétesítmények használatához kapcsolódó díjak is emelkedtek. 30-40%-kal kellett emelni a díjakat annak érdekében, hogy közel az önköltségi árhoz lehessen igazítani a létesítmény használatának költségeit. Így biztosítva lesz, hogy a Bátkom Kft. 2022. december 31-ig a vállalat feladatait zökkenők nélkül bizonyos szolgáltatások korlátozásával, illetve csökkentésével, de el fogja tudni látni. A Marketing Kft. Tekintetében is tárgyalta a képviselőtestület az üzleti terv módosítására vonatkozó javaslatot, de ezt a kormánypárti többséget alkotó frakció nem fogadta el. Ezzel szemben döntés előkészítő határozatok születtek, így meg kell vizsgáljuk azt, és a következő ülés elő kell terjeszteni, hogy milyen feltételekkel, jogi és pénzügyi feltételekkel tudja gyakorlatilag felmenteni a Marketing Kft. Ügyvezetőjét a tulajdonos képviselőtestület, illetve meg kell vizsgálni azt, hogy a Petőfi Sándor művelődési ház épületét hogyan tudjuk úgy termentesíteni, hogy a benne lévő civil szervezetek nem kapnának helyet az elkövetkezendő időszakban, hanem a város más létesítményeiben, más szervezetek házában tudnák esetlegesen a tevékenységüket folytatni. Erről a képviselőtestület majd szeptemberben fog dönteni. Két rendezvényre, amelyek a város üzleti tervében úgy szerepeltek, hogy az idei évben nem kerülnek megrendezésre, mégis biztosít forrást az önkormányzat. Így lesz. Az egészségügyi körülmények is megengedik adventi forgatag, illetve lesz idősek karácsonyi ünnepség 2022-ben a városunkban. És hát a harmadik olyan előterjesztés, ami szintén ez a témához kapcsolódott, az az önkormányzati intézményrendszert érintette. Itt tételesen megvizsgáltuk azt, hogy egyes intézményeken belül hogyan tudunk költséghelyeken úgy csökkenteni kiadásokat, hogy ebből előteremtsük azokat a forrásokat, ami az energia többletköltségnövekedésből következik. Ezt minden egyes intézménynél meg tudtuk tenni. Tehát hol a személyi irányzatok terhére, hol olyan dologi kiadások előirányzatok terhére, amelyek nem szükségesek az alapműködéshez, de jó lett volna, hogyha meg tudtuk valósítani. Ezeket átcsoportosítsuk, hogy ki tudjuk fizetni a villany, illetve a vízszámlát. Felhívtuk az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a működésük során fokozott takarékossági intézkedéseket vezessenek be, olyan helyiségeket, amiket nem rendszeresen használnak, adott esetben fűtésvilágítás szempontjából korlátozzák ennek a működését. Bizonyos létesítmények és intézmények nyitvatartása ideje is megváltozik. Ugye a Városi Könyvtár más nyitvatartással fog működni október 1-től, illetve a Városházában működő közös önkormányzati hivatal is más nyitvatartással fog működni. Itt kérem majd, hogy figyeljék a tájékoztatásokat, hogy hogyan tudják ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. A polgármester hozzátette, hogy összességében ezek az intézkedések biztosítják azt, hogy a város 2022-ben tudja finanszírozni a többletköltségeket. Nagyon sajnálom személy szerint én,
hogy ez semmifajta kormányzati segítséget nem kapott a városunk. Tehát minden egyes olyan döntés, amelyet meg kellett hozni ebben a dologban, ez mind a város életét valamilyen szempontból korlátozza, hiszen korábbi évek szolgáltatásait kellett csökkenteni, vagy adott esetben dolgozóknak a juttatásaihoz kellett bizonyos mértékben hozzányúlni. Hogy 2023-ban ezt hogyan fogjuk tudni megoldani, hiszen ezek a költségtényezők, ezek mind 52-53 millió forintot tettek ki, korlátozottan augusztus 1 és december 31-i közötti időszakban, hát ezt egyelőre nem tudjuk. Döntött arról is a képviselőtestület, hogy a korábbi víziközmű létesítmény átadással kapcsolatos integrációs programot tovább folytatja, és meghoztuk azt a döntést, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyonainkat ingyenesen és önkéntesen átadjuk a magyar államnak, annak érdekében, hogy a víziközmű szolgáltatásban keletkező veszteséget az erőv részére az állam ebben a formában meg fogja tudni majd téríteni. Gyakorlatilag a számításaink alapján 55 millió forintot meghaladja az az összeg, ami augusztus 1-e és december 31-e között várhatóan keletkezik a villamosenergia költségek, illetve a gázenergia költségek növekedéséből. Ezt alapvetően a sportlétesítményeink generálják, hiszen a tanúszoda működtetéséhez rengeteg energiát használunk fel a sportcsarnok működtetéséhez. Intézmények tekintetében kisebb mértékű, elsősorban a villamosenergia költségnövekedés, hiszen az elmúlt években minden olyan lehetőséget megragadtunk, hogy napelemeket helyezzük föl, megfelelő energetikai beruházásokat elvégezzük, tehát ott kisebb mértékű, de ott is jelentős, és ahogy említettem is, ugye ez csak 6 hónapnyi időszakra szól, tehát éves szinten 2023-ra, ha ezekkel a jelenleg ismert energiárakkal kalkulálunk, akkor 100 és 120 millió forint között lesz az elmúlt évekhez képesti emelkedése, a költségeknek a növekedése. Ez egyébként körülbelül az az összeg, amit a városunk jóléti szolgáltatásokra finanszíroz, egy civil szervezetek támogatására, helyi tömegközlekedésre, védőoltási program finanszírozására, ösztöndíjprogramok finanszírozására. Tehát ha is amennyiben ezt önkormányzati önerőből szeretnénk megfinanszírozni, akkor alapvetően csak azok a nem kötelezően ellátott feladatokra szánt összegekből tudjuk megtenni, amelyekről az előbb említettem, és amelyek a város jólétét és az itt ülő emberek és civil szervezetek működését szolgálná.